Köszöntöm Önt a stúdióban. Köszöntöm én is Önt, és köszöntöm a televízió nézőket, örülök a meghívásnak. Főigazgatói munkája mellett természetesen a városért is dolgozik, mint képviselő, illetve mint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Beszélgessünk elsőnek erről a bizottságról, nyilván a nevéből lehet következtetni róla, hogy mivel foglalkozik, de mégis hogy néz ki egy ülés, mikről döntenek, mi az, ami itt ebben a bizottságban zajlik? Mindenfajta olyan kérdésben, ami a szociális ellátást érinti Karcagváros vonatkozásában, illetve az egészségügyi ellátást. Úgy a lakás helyzetről, a lakásbérbeadásokról, mint a szociális intézményeknek a tevékenységéről. Itt az eszközfejlesztéstől, a szakmai munkáig, a létszámig, minden fajta beszámolókról és tájékoztatók alapján meghozzuk a döntést, és a fejlesztési javaslatokat támogatja általában a bizottság, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a időskorúak ellátását megfelelő szakemberekkel, megfelelő helyeken tudja biztosítani a város. Én nagyon örülök annak, hogy most is egy ilyen felújítás zajlik, és az utóbbi időben úgy a kinti idősek otthona, mint most a benti, megújul, de nagyon örülnek neki a lakó, és annak is nagyon örülök, hogy nagyon sok család jutott úgy önkormányzati béllakáshoz, hogy pályázat útján ugyan, vagy szociális jelleggel kiutalásra, vagy nem szociális jelleggel kiutalásra került részére. Annak is külön örülök, és ezt külön köszönöm az önkormányzatnak, mint kórházvezető, hogy lehetőséget biztosít az ide jövő szakorvosoknak, szakdolgozóknak a letelepedésre, és ehhez is biztosítja az önkormányzati lakásokat. Nyilván ilyen jellegű napi rendelkezést tárgyalunk ezen a bizottsági ülésen. És hát nem kis munka volt úgy a hivatal részére, akiknek szintén köszönöm ebben a munkájukat, hogy az elmúlt pár évben egy új rendeletet alkotott Karcagváros önkormányzata, hiszen minden évben kiadja a szociális és egészségügyi munkáért járó díjat. Az idei évben is sor került, mind a szociális ágazatban, mint az egészségügyben, intézményben is, a javaslatunknak megfelelően a díj átadására az augusztus 20-ai ünnepi testületi ülésen, és ezúton is gratulálok minden díjazottnak. Ami talán érdekes lehet még ebben a bizottságban is, ha jól értettem, amit mondott, hogy talán ugye önök feladata az, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak, hogy itt tudjanak letelepedni, vagy legalábbis megalapozni azt, hogy később egy lakást, házat. Így van, hiszen sok karcagi diák, mivel Karcagon nincs felsőoktatási intézmény, nagyon sok jó tanuló diák van, úgy a Szent Annai Sámuel gimnáziumban, mint a református gimnáziumban, de a Varró István szakközépiskolából is sokan tovább tanulnak, és ők azért visszavágynak, tehát jó magam, mint családanya, és elmondhatom, hogy a fiam is visszavágy. Egy Karcagváros egy olyan nyugodt település, ahol a közbiztonságtól kezdve a gyereknevelésig, a családalapításig, mindenképpen úgy gondolom, hogy jó, hogyha a fiatalok visszajönnek, és itt tudunk nekik munkát, és hát nyilván a letelepedéseket segítve lakást is biztosítani. Ehhez szükséges, mégis úgy gondolom, hogy az önkormányzat távlati céljai között mindenképpen szerepel további önkormányzati béllakásoknak a megvalósítása. Ön ugye a 3-as körzetnek a képviselője, határoljuk be ezt a körzetet, hol található városunkban ez a körzet, és mik azok a jellegzetességek, vagy akár problémák, amik erre a körzetre jellemzőek? Hát ez elég nagy körzet, hát mint a többi, körülbelül másik 2 körzet, gyakorlatilag a központtól, tehát a Kacsó utcától lefelé, az északi város részig, tehát a Napsugár utcától, ahogy bemegyünk a északi utca, az utolsó utca, de nem csak ez a terület, és így a Kunten utcával zárul ebben a körben, hanem a Karcag-Tilalmas városrész, településrész is ehhez a körzethez tartozik. Tehát igen, sok feladat hárul az önkormányzati képviselőre, úgy gondolom, hiszen több kimutatást kértem és készítettek a hivatal részéről, a elmaradottság szempontjából
is egy alapvetően egy meghatározó körzet. Nagyon sok probléma van, ugye ezt tudjuk a tilalmasan az ivóvíz ellátással. Ez még végérvényesen nem oldódott meg, de az elmúlt 5 évben azért folyamatosan biztosítva volt a béleti szerződés alapján az önkormányzat ezt biztosította. Ugyanakkor a fejlesztési tervek között szerepel ez a vízminőségjavító program tilalmas vonatkozásában, alapvetően nekik ez a problémájuk, illetve hát ami az elmúlt időszakban sikerült megvalósítani, és a minap is kint voltam tilalmason, az útnak a helyreállítása, ez nyilván közút, tehát egy nagyobb aszfaltozásra lenne szükség a teljes felületen, de a kátyúkat sikerült olyan szintre megjavítani, hogy a bejárás most már biztosított. Nagyon sok gyermek jár óvodában, iskolában tilalmasról, és hát ugyanez vonatkozik a északi újtelepre is. Az északi újtelepen a bejárást, a gyermekek bejárását alapvetően az volt a probléma, hogy korábban sokak által úgy ismert brazil vendéglátóhelynél volt zebra. És ugyanígy kérték tőlem, hogy legyen a Dózsa-György utcán is, a Szent Pál Marista általános iskola, korábbi Zárdor úti általános iskolához átvezető zebra. Hát ennek a zebrának, mint kiderült, közúton helyezkedik el, ennek a megtervezése sem volt kis költséggel járó feladat, és kis idővel járó feladat, de a terven túl vagyunk, a hatósági engedélyeztetése megtörtént, úgyhogy manapság már azt várjuk, hogy a kivitelezés mikorra várható. Közvilágítási lámpatestet kell lehelyezni a zebrákhoz, külön feljárókat mindkét oldalára, tehát nagyon nem egyszerű feladat. És hát nagyon nem egyszerű feladat volt annak megoldása, hogy a Szent Pál Marista iskolánál a parkolást biztosítsuk. Itt a parkolóhelyeknek a kialakítása az árok lefedésével és a Karcagi Szakképzési Centrum segítségével, hozzájárulásával valósulhatott meg. Ma már jobb a parkolási lehetőség az iskola előtt. A munkájából kifolyólag rengeteg emberrel találkozik, akár a körzetből, akár nem a körzetből, de ebből ugye mindig lehet tanulni. Mik most azok a dolgok, amik foglalkoztatják a karcagiakat, ha mondjuk az önkörzetére ezt levetítjük? Hát az idős embereket elsősorban a nyári időszakban, illetve egész tavasztól végig őszig, a udvaruk előtt, vagy a házuk előtti területnek a igen, jól növő gyomnövényzete, vagy a fűvágás, ami mindenképpen, tehát az de hetente 2-3 ember jelenti be, úgyhogy erre nagyon nagy igény van, idős emberek nem tudják ezt a munkát elvégezni. Nyilván amennyi lehetőségünk van, mindig tolódik, de aztán sikerül ellátni ezt a feladatot, ez az elsődleges. Nagyon sokan igényelnek járdajavítást, amit most idén-nyáron sikerült pár helyen megvalósítani, úgy a Temető utcában, mint az Egyetértés utcában, de úgy gondolom, hogy ezt tovább kell folytatni, mert nagyon nagy szükség van rá a Vágóhíd utcán is. Az elmúlt időszakot értékeljük, körzet a szempontjából sikerült előrelépniük? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen sikerült. A fejlesztéseket, felújításokat, amiket terveztünk, azokat sikerült megvalósítanunk, illetve hát folyamatban vannak, mert éppen a zebra miatt mondtam, hogy én nagyon számítottam arra, hogy már szeptemberben úgy mehetnek az iskolába a gyermekek, hogy ez megvalósul, de bármilyen problémával fordulnak hozzám, én úgy gondolom, hogy legyen az fogadó órán, legyen az, amikor személyesen kint vagyok a körzetben, akkor ezt meg tudjuk oldani, és én utána járok, hogy hogyan, miként lehet megoldani. Mit tartogathat a jövő? A jövő? Önkormányzati képviselőként? Igen. Mindig van ezen a területen is feladat, nem csak a felújítások vonatkozásában, hiszen az árokrendszereknek a felújítása nagyon fontos ezen a területen, ugyanis Karcag sajátosságaiból adódóan egy-egy nagyobb esőzés is volt erre példa az elmúlt időszakban, és ezen a területen csapódik le. Nagyon fontos volt, és ezúton is köszönöm Molnár Pál képviselőtársamnak és a Városgondnokság dolgozóinak, hogy a Cserepes utcán a csatorna felújítás megvalósulhatott, mert
gyakorlatilag oda vonul le a városból ez a rengeteg mennyiségű víz, amit nem tud elnyerni a csatorna, és ott ömlik. Ez a lejtéséből adódik, ez nagyon fontos feladat, és nagyon fontos számomra, hogy a tilalmason hamarabb megvalósuljon az ivóvízellátás. Egyébként hozzáteszem, hogy a tilalmas vonatkozásában egy terv készült, az öntözéses terv, és ezt nagyon köszönöm a kötővízik helyi vezetőjének, Alsányi Gábornak és fiamnak, Nagy Imrének, hogy ezt az elmúlt időszakban megvalósították, és ez most engedélyeztetés alatt van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok a munkájához. Nagyon szépen köszönöm.